Honvéd Kadét program novella az élete, már zajlanak a kivitelezési munkák a Ligetúti sporttelepen, változatos programok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 13-án 18 óra 5 perckor. Szűcs Judit, a Szent Annai Sámuel Református Középiskola igazgatóhelyettese részt vett egy kadétképzésen. Erről kérdeztük. Az iskola 2021. decemberében csatlakozott a Honvéd Kadét program egyes szintjéhez, így vállalták, hogy a Honvédelmi Alapismeretek nevű közismereti tárgyat tanítani fogják. Ehhez a tanárképzésen vett részt Szolnokon, a helikopterbázison Szűcs Judit két kollégájával, ahol jogosultságot szereztek a tantárgy tanítására. Bepillantást nyerhettünk a honvédelem, a honvédségnek a mindennapi életébe. De nem csak úgy, hogy külső megfigyelők voltunk, hanem aktív résztvevő is, tehát ez két hét gyakorlatilag kiképzés. Mi túlélési gyakorlaton, egészségügyi foglalkozáson, tereptani gyakorlaton, alakulati foglalkozásokon, ahol ugyanúgy kellett menetelnünk, és ugyanúgy katonai gyakorlóba, mindenféle felszereléssel, ugyan nekünk nem valóságos karabélyunk volt, de egy gumikarabéllyal, ami teljesen életszerű, és ugyanolyan nehéz volt, tehát végigcsináltuk, de nagyon élveztük. A két hét alatt túlélési gyakorlaton, egészségügyi foglalkozáson, tereptani gyakorlaton, alakulati foglalkozásokon vettek részt menetfelszerelésben, mint a katonák, miközben a kadétképzésben résztvevő gyerekek tankönyveiből tanultak. Ezt a diákokkal tanítják majd ők is, a honvédségtől bármikor kérhetnek szakmai segítséget. A gyerekek is ugyanezeket a témaköröket átveszik, hiszen hihetetlenül szervezett ennek a tantárgynak a tanítása. Mi is megkaptuk a tankönyvet, munkafüzetet, mindenféle módszertani, elméleti, gyakorlati segítséget, és maga a tankönyv is gyönyörűen fejezetekre van osztva. A hadtörténet, a lőelmélet, az egészségügy, a tereptan, az általános honvédelmi ismeretek különböző fejezetek alkotják ennek a tankönyvnek, és ezeket fogják a gyerekek is az elméleti órákon tanulni. A szabadidős foglalkozásokon pedig ők is ugyanúgy kapni fognak ruhát, tehát kadét ruhát fognak viselni, megfelelő feliratokkal, és azokat az alaki gyakorlatokat, amelyeket mi is elsajátítottunk, illetve a honvédségtől bármikor kérhetünk segítséget, hiszen ők mégiscsak sokkal hitelesebben tudják ezeket megtanítani. A gyerekeknek is át fogjuk adni, és át fogja a honvédség is adni. És mindezt amellett, hogy valójában nem katonákat fogunk képezni, hanem egyszerűen a hazaszeretetre neveljük a gyerekeket. Ez egy érzelmi nevelés, az összetartozás érzését reméljük, hogy ezáltal is sokkal jobban meg tudják élni a gyerekeink. Szűcs Judit hangsúlyozta, nem katonákat fognak a Szent Annaiban képezni, hanem egyszerűen hazaszeretetre, összetartásra nevelik a gyerekeket Kun Marian és Szepesvári Csaba tanártársaival. Újabb tehetséges fiatalt mutatunk be önöknek, Kis György Zéténnyel beszélgettünk. Köszöntöm nézőket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban Kis György Zéténnyel beszélgetünk. Kicsit más szerepben, hiszen láttunk már téged nagyon sokszor verset mondani. Most úgy tudom, hogy egy saját verssel pályáztál és nyertél. Mit kell erről tudni? A Holnap magazin két pályázatot is megjelentetett. Az első pályázat keretében egy karácsonyra elkészülő antológiát készítettek, amelyekben fiatalok versei és novellái jelentek meg. Ide pályáztál? Ide is, és ebbe a kötetbe négy versem és egy novellám került. A második pályázatot szintén a Holnap magazin hirdette meg. Ebben a 2021-es téli számba kerültek be fiatalok versei és novellái, és itt is jelentek meg verseim. De ez hogy jött? Eddig én tényleg csak szavalni hallottalak, hogy jött, hogy megpróbálkozzál novellával. Tehát mi volt az az élmény, vagy mi volt az a késztetés, amire úgy gondoltad, hogy ki kell írnom magadból?
Ezt nem próbálkozásnak nevezném, az írás számomra egy nagyon erős kényszer, ami mindig is bennem volt. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy sikerélményed, és akkor hazamész, leülsz, vagy éppen valami kudarcélmény, és akkor kiírod magadból, és akkor egy picit úgy jobb a közérzeted? Ezt bármilyen körülmény indukálhatja az írást, és egyébként körülménytől függetlenül is történhet. Egyszerűen kijönnek belőlem a gondolatok, helytől és alkalomtól függetlenül. Kedvenc költőd? Nagyon sok kedvenc költőm van, kifejezetten szeretem François Villont, Faludi Györgyöt például magyar költők közül, Ady Endre nagy kedvencem, de egyébként a kedvenc költőim és íróim között nincsen meghatározó sorrend, emellett még szeretem az ókori görög költőket, például Arkilokoszt és Anakreont. De akkor ez azt is jelenti, hogy a stílusod is szabad, tehát nem a kötöttözés formákat szereted? Elhatárolódom mindenféle kötöttségektől, és inkább szabad verseket írok. Novelláidnak témái? A megjelent novellám, ami a Holnap magazinnak a kötetében jelent meg, ez egy cselekmény nélküli novella, és inkább absztrakt, elvont gondolatokat fogalmaz meg. Egyébként mit jelent számodra refisnek lenni? Nagyon szeretem ezt az iskolát. A jó közösség és a segítőkész tanárok miatt. Sok-sok versenyen is indultál, tehát láttalak versenyezni. Mire vagy a legbüszkébb? Azon kívül most, amit elmondtál a megjelent írásaidra, de tanulmányi szinten mire vagy a legbüszkébb? A szenvedélyem a történelem és az irodalom, valamint számos idegen nyelvi, angol és német versenyen is részt vettem. És mi leszel, ha nagy leszel? Most hanyadikos vagy? Most éppen végzős vagyok a gimnáziumban, és az egyetemi felvételi sorrendben számomra első helyen áll az ELTE régészet szaka, a második helyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészet szaka, a harmadik és negyedik helyen ugyanez a két egyetem áll, csak történész szakok. Akkor beszéljünk meg picit a régészetről, hiszen ez egy teljesen más világ, mint amiről eddig beszéltünk. Ez hogy jött? Már egészen kisgyermekkoromtól kezdve orientálódtam a régészet felé, mindig is érdekelt ez a hivatás. Tehát akkor otthon a kertben kis ásóddal már keresgéltél, hogy milyen kincsekre bukkansz, ezt így kell elképzelni? Már kisgyerekkoromtól kezdve szívesen lapozgattam a szakkönyveket, és egyébként igen, ilyen beállítottságú vagyok, hogy szeretem a földben való kutatást és a régi dolgokat. Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét kérdeztük arról, hogyan haladnak a munkálatok a Ligetúti sporttelepen. Üdvözlöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Itt vagyunk a Ligetúti sporttelepen. Néhány héttel ezelőtt letettük az alapkövet. Hogyan haladnak most a sportpályán a munkálatok? Ahogyan itt mögöttem is látszik, határozottan és szerintem elég jó ütemben halad, hiszen az első lépés az volt, hogy azok az épületek, amelyek többsége, valljuk meg őszintén, már bizony balesetveszélyes volt, sőt egy-egy részén akár mondhatjuk azt, hogy életveszélyes is volt. Ezek az épület részek, földterületek elbontásra kerültek. Az alvállalkozó a napokban adta vissza a területet a fővállalkozónak, és ahogyan itt az előzetes beszélgetésekből is kiderült, indul maga a hivatalos építkezés, tehát túl vagyunk azon a részen, amely az úgynevezett előkészítő munka itt a területen, és hát a napokban fog kezdődni a hivatalos kivitelezése, tehát maga az alapozási szakasz is. Ezután mi a következő fázis?
Hát nyilván ezt majd pontosan a fővállalkozó tudja, hogy milyen ütemben és hogyan fog haladni, mely részek azok, amelyek hamarabb indulnak, hiszen ugye tudjuk, hogy a túloldali részen ott egy műfüves csarnok fog épülni, amelyhez lelátó. Itt a régi lelátó helyén lesz a főlelátó és a kiszolgáló egységek, illetve majd a bejárati részen az a főépület, amely gyakorlatilag fogadja az ideérkezőket. Hogy milyen ütemben és honnan kezdik, ez nyilvánvalóan az ő munkaszervezésükön múlik, bár én azt gondolom, hogy ahogy az előbbi beszélgetésben is elmondták, hogy szinte egyszerre fog kinőni majd a földből az összes épület. Hírstúdiónk vendége Kunné Nánási Mónika, a Dériné megbízott igazgatója, akivel a közelgő programokról fogunk beszélgetni. Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel üdvözlöm a tévénézőit. Programoknál, hogyha járunk, mi várható az előttünk álló időszakban? Az előttünk álló időszakban nagyon színes programokkal készül a Dériné a kedves lakosság részére. Május 21-én gyermeknapot szervezünk egy új helyszínen, ugye eddig mindig a Ligetúti sportpályán valósult meg, most viszont a Múzeumparkban fog megvalósulni, ahova a kiírás már meg is érkezett az iskolák számára. Várjuk a főzőcsapatokat, akik paprikás krumplival lephetik meg a zsűri tagjait. Lesz akadályverseny, banyaszépségverseny, akkor fogjuk megszervezni az első karcagi veteránautó kiállítást Karcagon, ott is jelen lesz a népi játszóház, a Máltai Szeretett Szolgálat támogat bennünket, és ugrálóvárral, kézműves tevékenységgel színesíti majd az aznapi programjainkat. Rendkívül sok program, viszont a koronát mégiscsak azt gondolom, hogy a június végén már hagyományszerűen megrendezendő Karcagi Birkafőző Fesztivál teszi fel a pontra, az itt a pontra. Mit lehet róla tudni, hogy fog most zajlani, ugye két év pandémia után most tényleg nyilvánosan kerül megrendezésre, beszélünk erről? Igen, nagyon nagy várakozással nézünk mi is szembe vele, hiszen ahogy említette, két éve már sajnos nem lehetett megszervezni. Most viszont a hagyományokhoz híven ismét kétnapos rendezvénnyel készülünk a kedves érdeklődők számára. 241 főzőhelyen fog főni, bízunk benne, Bográcsban vagy Kondérban a birka. Pénteken már megkezdődnek a programok. Két színpad lesz idén is felállítva, egy a Múzeumparkban, egy pedig a református templom előtt a kereszteződésben, de emellett természetesen működni fog a rockudvar, a borudvar, ahol különböző színes programokkal várjuk a kedves érdeklődőket, és a gyermekek számára a szokásos juszárnyék is föl lesz állítva, ahol különböző tevékenységek lesznek biztosítva. A nevezésekről mit lehet elmondani, mikorra várhatóak, mikor érdeklődjenek a versenyzők? Online nevezési rendszer lesz biztosítva a nevezők számára, és akkor ott online formában fogják tudni megtenni a nevezést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!